Kedves, szeretett testvérek, hát akkor, ha megengedik, adnék egy pár tippet, hogy mi mindent lehetne kérni a Jóistentől karácsony alkalmával. Mit kérjünk? Mit rakjon a Jóisten a mi karácsonyfánk alá? Ismerős a vicc, vagy a kis mese, mikor a vuk, ugye a kis róka, hát ugye az anyukája kérdi tőle, hogy mit hozzon neked anyuka, kacsát-e, libát-e, tyúkot-e? És a kis vuk mondja, hogy kacsát is, libát is, tyúkot is. Lehet úgy is mondani, hogy mindent hozzon nekünk a Jóisten. Általában, amikor hozzánk bekerül egy gyerek, ugye az utcáról, fél, szorong, ideges, feszült, az első dolog, amit én neki szeretnék adni, az a békesség. Nyugodjon meg, a kis szíve lazuljon el. Míg görzsben van az a gyermek, addig nem fog nekem se szorzótáblát tanulni, se verset elsajátítani, és nem is fog őt igazán beilleszkedni. Azt gondolom, hogy a Jóisten mindenek előtt nekünk szeretne adni békességet. És ezért van az, hogy karácsony estén, ugye, amikor az angyal megszólal, mit mond? Békesség a földön a jó akaratú embereknek. Jézus Krisztus első, mondjam, üzenete, szava, karácsonyi történet kezdetekor a békesség. És később is, nagyon sokszor beszél a békéről. Arra tanít, ha egymáshoz elmegyünk, köszönjük úgy, hogy békessége háznak. Békesség a testvéreknek. És azt mondja, hogy ha valahol nem a békesség fiai vannak, hát akkor menjetek tovább. Paljátok le a lábatokról a por, de ne veszekedjetek, ne civakodjatok, lelketek békét őrizzétek meg. Igen, testvérek, nagyon-nagyon fontos a béke. Ferenc pápa ugye összeírta a ferences szerzeteseket, és megkérdezte, hogy hát tudjátok egy Szent Ferencnek mi volt a jelmondata? Persze, hogy tudták, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol békétlenség van, oda békét vigyek. És elmondta Ferenc pápa ugye, hogy hát amit sajnos mindannyian tudunk, hogy mennyi háború, ellenségeskedés, civakodás van a világban. És nem csak a csatatereken folyik a harc, hanem sokszor a családokban is, férj, feleség. Ezért van annyi válás, civakodás, munkahelyeken, kollégák, az iskolában. Olyan sokszor a mindennapi életet csatatéré változtatjuk. De hát mondjuk egy nagy dolgot, hogy nem kell az embernek senki, egyedül is annyit tud háborogni egy-egy ember, hogy borzasztó. Nincs megelégedve ezzel se, azzal se, magával se, világgal se, és tiszta egyedül is tud háborúzni. Hogy állok én a béke felől? Vajon egytől tízig magamnak kéne adjak egy jegyet? Hányast adnák? Családomnak? Vajon hányast adnák? Igen, biztos, hogy szükségünk van az áldott békére. A Jézus életét nézik, olyan érdekes, hogy hihetetlen, hogy mennyi önuralom, békesség van ebbe az emberben, Isten emberben. Karácsony éjszakáján közénk jön, és sokszor mondtam viccesen, hogy olyan lenne Jézus, mint a legtöbb mai ember, hát az sírva hazaszaladhatott volna az ő mennyei atyához. Hát mennyei atyám, te azt hitted, ezek várnak? Hát a csodát, sehol semmi. Szegény József hosszan kopogtatta Názárettől Betlehem, nincs hely, menj tovább, nem ismerünk. Nem akartak befogadni. Majd nehezen végül egy istállóban megszülettem, hát borzasztó, ne tudd meg mennyei atyám. Hát ott szinte összevegyültem szénával, szalmával, szinte letapostak azok a nagy tehenek, lovak, mit tudom én, milyen vadállatok, nem tudom, én hazajöttem. Váltsa meg ezt a világot, aki akarja, én idáig vagyok velük, én nem ehhez szoktam. Milyen szép, hogy Jézus az élettel nehézségek is járnak, és el tudja fogadni. Menekülni kell Egyiptomba, hát még belefér. Ott van a 12 éves Jézus elveszett. Ugye Mária és Szent József azt mondja, nézd fiam, aggódva kerestünk tégedet. És Jézus olyan nyugodtan tud beszélni. Lelke nyugalmát nem zavarja ő az, hogy
mondjam úgy, elveszett. Hát nem tudtátok, hogy atyám dolgaiba kell legyek? És később is. Ugye, kikezdik? Falánk Borissa, elment az esze. Ördöge van, mindent mondanak róla, és milyen szép, hogy Jézus nem kapja fel a vizet. Felviszik egy hegyre, hogy taszítsák le. Szó nélkül keresztül megy köztük, nem vitázik, nem kér panaszkönyvet. Biztos, hogy nehéz neki is, de hogy mondjam, nyugodtan, békésen él tovább. Múltkor kérdezték, hogy nem-e jövök én ide Budapestre tüntetni? Hát mondom, nem jövök. Hát kérdezték, hát mi nem tüntetek én? Hát mondom, hogy azért már nagy főnök nem tüntet. Hát azt mondja, honnan veszem én ezt? Hát mondom, írja a Szentírásban. Na azt mondták, erre kíváncsi lennének, hogy hol írja, hogy Jézus nem ment tüntetni. Hát mondom, ott van keresztelő Szent János lefejezése, nem? Hát ugye mai evangéliumban is hallottuk, hogy Jézus azt mondja, asszonyok szülöttei között nem volt nagyobb keresztelő Jánosnál. Nagyon szerette ezt az embert. És akkor képzeljük el, hogy hát ott vannak az apostolokkal, beszélnek, talán egy pohár bort is megisztak, egy hosszú evangelizációs nap után fáradtak, húha, és akkor jön valaki és elmondja, Jézus, te ne tudd meg, most jövünk a Herodes palotájából, ott mindenki hótrészek, egy szolgált egyensúlyozik keresztelő János fejével. Félelmetes, nem? Mit csinál Jézus? Azt írja a Szentírás, elmegy egy magányos helyre imádkozni. És azt gondolom, nekünk is ezt kell tegyük, hogyha a lelkünk nyugalmát valami meg akarja zavarni. De Jézus után oda megy csomó ember, több mint 5000 férfiú. És Jézus bátorít, bíztat, tanít. Abban az időben 5000 ember az rengeteg volt. Este kenyeret szaporít, mindenkinek enni ad. És ugye olyan érdekes, ha megfigyelik, Jézus mindig mindenhova viszi magával az apostolait. Mindenütt ott vannak. Egyetlen hely itt a kenyérszaporítás után, ugye őt királya akarják tenni az emberek, Jézus meg azt írja, hogy bárkába parancsolta a tanítványai, és azt mondja, na menjetek át a túlsó partra, nézzétek meg, nem-e vagyok véletlenül ott. Elzavarja az apostolait. Ilyen sehol máshol nem csinál a Szentírás. Miért? Hát azért, mert úgy tűnik, hogy az apostoloknak is tetszett volna egy kis bársonyszék. Nem, hogy most elzavarjuk Herodest egy füst alatt, mindenki idáig van vele, aztán majd leosszuk a lapokat, nem? És utána azt írja a Szentírás, hogy nem csak az apostolokat zavart el, hanem szó szerint ezt írja, hogy szétoszlatta a tömeget. Miért? Azért, mert Jézus tudja, hogy nem a külső világot kell megreformálni, hanem magunkat. Mert az ember szívéből jön mindenféle bűn és hitvánság. Igen, a szívünkbe kellene nagy forradalmat elindítanunk, hogy belülről tisztuljon meg az ember. Békesség. Hogy állok én ezzel az erénnyel? Mennyi béke van bennem? Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy békét vigyek oda, ahol békétlenség van. Ugye, hát nekünk nem elég az, hogy magunkban béke van, hanem a körülöttünk élő emberek számára is békét kell vigyünk. Ez a nehezebb. Ugye olyan érdekes, hogy a gyerekeket fogadok be, az atya ezt említette, de nem csak gyerekeket, hanem sokszor egy-egy anyát, 2, 3, 4, 5 gyerekkel, mennyi van neki. Általában ezt úgy mondja a nő, hogy elzavart a férfi. Férfi általában úgy mondja, hogy elszökött hazúrról. Na hát ez ilyen. Múltkor is egy ilyen anyukát befogadtam a gyerekeivel. Felhív a férj, és azt mondja, hogy hát, hogy küldjem haza. Hát mondta, én küldtem, de nem akar hazamenni. Azt mondja, rám küldi a rendőrséget. Hát mondta, jó nézünk ki. Én etetem a maga gyerekeit, maga meg itt fenyegetőzik nekem. Azt mondja, de vele ne vicceljek, mert ezt komolyan gondolja. Azt mondja, akkor felakassza magát. Hát mondom, jöjjön el, kérjen bocsánatot, hozza 300 virágot, majd csak hazajön, hazamegy az asszonyka. Azt mondja, ő nem megy, mert amúgy sincs pénze, meg nem megy sem erre. Hát mondom, ne haragudjon, egy kötél többe kerül, mint 300 virág, hát nem. Na hát, azt mondja, hogy velem viccelődök, meg minden. És ha hiszik, hanem ez az
ember felakasztotta magát, hál' Istennek levágta a szomszéd, na de, hogy mondja, egy hétig nem tudott beszélni, úgy meg szorongatta a torkát ottan, aztán megint felhívott, s azt mondja, most már tényleg küldje haza a feleségét. Hát mondta, én küldtem a múltkor is, de nem akar menni. Hát igen, mert ilyen olyan hitvány, meg mindenfélét mondom. Hát mondom, ne szidja, hanem jöjjön, szépen mosolyogjon rá, 300 virág, csodát tesz, higgyel. Azt mondja, neki erre nincs pénze, mondta, hogy melyik nap, melyik vonat alá beszökik. Hát mondom, nézze, jó ember, hát azt mondja, nincs pénze, hát egy temetés, egy koszorú, mennyibe kerül? 300 nyavat szegfű, hát nem olyan nagy dolog, inkább én kifizetem magának. Azt mondja, nem, a magyar ember az olyan, mint a fenyő, azt mondja, az inkább törik, de nem hajlik, ő nem megy sem erre, az azt mondja, jöjjön haza. Na, ezt legalább 10 beszélgetéssel eljutottunk idáig, hogy sehol sem voltunk. Na, akkor ment el az asszonynak udvarolni, hát haza kéne menni, ő ahhoz, felejtse el. Hát mondom, nézze meg, itt vagyok 55 éves, senki a világon nem akar értem meghalni. Hát magáé van egy ember, amelyik egyfolytában meg akar halni. Hát azt mondja, igen, mert annyi esze van. Hát mondom, annyi, de maga zavarta meg az eszét. Hát meg kellett volna annak idején, nem kellett volna annyit pillogni rá, nem? Hát most szerelmes, most mit csinálja? Nem tud maga nélkül élni. Azt mondja, tényleg? Hát mondom, most maga tud-e nélkül élni? Azt mondja, nehéz neki is. Hát mondom, akkor mi nem menek haza? Na hát addig, hogy mondjam, uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy hazament az asszonyka, úgyhogy most drukkolok, hogy tényleg jó sikerüljön a dolog, úgyhogy, de olyan könnyű olajat önteni a tűzre, olyan könnyű lett volna nekem is azt mondani, adja el, gompáz, leszakad, lesz más, nem? Ne engedjük, hogy a nyugtalanság, a harag, a gyűlölet fészket rakjon körülöttünk. Ha észreveszed a családodba valahogy, hogy befészkelte magát a bűn, hát ne hagyjad. Szeretettel, jósággal, irgalommal, kis vidámsággal, jókedve, próbáld meg jobbá tenni a másikat. Vidámság. Ez lenne a második gondolat, amit szeretnék megemlíteni önöknek, hogy a karácsonyfánk alá azért, ha jóisten berakna jó nagy adag jókedvet, vidámságot, én azt gondolom, nem lenne baj. A mai ember olyan búval bélelt lett. Az ember megy a metrón, vagy valahol, annyi lógó ember, orró embert lát, hogy rengeteget. Az emberek rossz kedvűek, szomorúak, sokszor egymás kedvét is elrontsák. Én mondtam a múltkor, ugye, hogy van a passzív dohányzás, kitiltották a dohányosokat, innen is, onnan is, mindenhonnan, hogy én, ha nem szivarozok, ne kell a füstöt szívjam. Hát mondom, én a passzív haragot is kitiltanám, ugye aki nyafog és hisztizik és rossz kedvű, hát az roncsa az én hangulatomat is, nem igaz? Ki kéne rakni ilyen lógó szájú arcokat így keresztül húzva, nem szabad itten rossz kedvű lenni. Se a templomba, se a vendéglőkbe, se a mozikba, se az iskolákba, se az üzletekből. Milyen jó világ lenne, nem? Jó az, hogy ennyit szomorkodunk. Vidámság. Tudják, én szerzetes vagyok, és hát ugye a szerzetesek ezt már 800 éve csinálják, ezt, hogy minden este, legalább hetente egyszer van rekreáció. Déván a gyerekek kérdezték, hogy vasárnap esténként mit csinálunk? Mondtam, dolgunk van, menjetek játszani, mi szerzetesek leülünk és rekreálunk. Néztek nagyon komolyan, gyanús volt nekik ez az egész dolog, meg egyáltalán mit jelent. Hát mondta, az egy latin szó, kreálni, teremteni jelent. Rekreálni, újját teremteni. Ezt gondoltam, hogy ezzel le is van zárva, de gyerekek, hát emi gondolták, persze meglestek, aztán jöttek hétfőn nagy vigyorog vagy, papbácsi, lebuktak. Ők látták a kulcsukon, ottan sört ittunk, römisztünk, nagyokat röhögtünk, ott semmiféle kreáció nem volt, azt ők tanúsítsák. Na most erre mit mondjak? Hát mondom, gyerekek, hát ugye ez egy hosszú tapasztalat, hogy az a közösség, az a család, amelyik hetente legalább egyszer nem tud jókedvel, vidáman, szeretetben leülni, elviccelni, pohár bort elkocintani,
az a közösség megszűnik. A szerzeteseknek nem csak az imádság van parancsbad, vagy a szentmisét mutassák be, hanem az is, hogy hetente legalább egyszer. A jobb közösségük minden este szoktak rekreálódni, nem? Most az önök családjában vajon van-e ilyen rekreáció? Mikor ültünk le utoljára a drága férjünkkel, gyerekünkkel, a szomszédokkal, hát jókedvű römi partira, nem? Tracs partira, pohár bor mellé. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy az ember tudja a lelkét közben kikapcsolni. Hogy annyi gond, baj van ezzel a világgal. Hát ez a jó Isten gondja, nem? Ne akarjam én az Isten terhét magamra vállalni. Én az én magam kis világát nézzem, és azt próbáljam megoldani. Nézzétek az ég madarait, a mezők virágait, nem vetnek, nem szőnek, és mégis mondom én nektek, Salamon minden pompájában nem volt olyan szépen felöltözve, mint ők. Jézus Krisztus mondja ezt nekünk. Nyugtat, bátorít, vidámság, jókedv, derű. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezt a drága erényt gyakoroljuk. Tudatosan. És a harmadik gondolat, amit szerettem volna ma este megemlíteni, hát az, hogyha a gyerek általában, hogyha jókedvű, a pihent, a szívébe béke és nyugalom van, akkor mit csinál? Elkezd kíváncsiskodni. Kihúzza a fiókot, hallám, mi van benne, eléveszi a könyvet, elkezd olvasni. Az alkotás, a tanulás, a munka öröme. Hogyha őszinték vagyunk és sorba rakjuk azokat az örömöket, amik az elmúlt évek, évtizedek alatt érték az embert, talán egyik legszebb öröm a jól végzett, becsületes munka után érzett tiszta boldogság, nem? Jót tenni jó. Nem azért, mert megfizetik, nem azért, mert megköszönik, hanem olyan jó dolog jónak lenni. Mielőtt jöttem volna ide, örökhöz len voltam Székelyföldön, és egy szentmisét mutattam be. És egy nagy lány jött oda az olvasmányt elolvasni, és ültem a papi székbe, és olyan jó volt látni ezt a kis nagy lányt. Én emlékszem, én fogadtam be annak idején Székelyföldön, Csíz Zsögödbe, egy erdő szélén laktak. Felhívott egy férfi, és mondta, menjek el, ott az erdőben van egy Maugli, ott mászkál egy gyerek, és hozzam el. Na és el is mentem, és hát tényleg volt egy 5-6 éves fiúcska, az állandó hol itt, hol ott tűnt fel az erdőbe, az embereket idegesítette. És akkor megkerestük az anyukát is, minden, hát egy egyszerű pásztor volt, akit a férje elhagyott, és hogy mondjam, nagy-nagy nyomorúságba, szegénységbe éltek. Kiterült, hogy van egy kislány is, családban egy 3 éves kislány, aki azért nem ment a bátyjával, mert szegénynek a lába nagyon, hát kajla volt, nem tudott járni, inkább mászkált a szegénke. És akkor két gyereket elvittem, az egyik kolléganőmre rábíztam, ő elvitte az orvoshoz, szépen megműtötték a lábát, gyógypedagógus, gyógytornászhoz járt, csináltattunk neki olyan bakkancsot, ami tartsa a bokáját szépen szorosan, és olyan szépen megtanult járni, amikor az oltárhoz kijött, nem is látszott rajta, hogy valaha baj volt. Most már van neki egy barátja, szokott járni bálba vele, nagy lepirult arccal, hazajön, de nagyon aranyos lány. Na mostan én ültem ott a templomba, néztem ezt a kis nagylányt, hogy olvassa Isten igéjét a testvéreinek, a társainak, és úgy elszorult a szívem, olyan jó öröm volt az én szívemben. Soha senki nekem még eddig nem köszönte meg, hogy ezt a lányt fölneveltük. Marikának se köszönte meg soha senki, hogy orvoshoz járt vele, vagy ilyesmi. De beszéltük a nevelőnővel, hogy mind a kettőnknek nem is hiányzik az, hogy valaki azt mondja, hogy köszönöm. Mert a jótett önmagába hordozza a jutalmát. Nem tudom, mi lesz ezzel a lányjal, hogy alakul az élete, az ő élete. Nekem az a dolgom, hogy a magam
részét tegyem meg. És Istennek hála, meg tudtam tenni, és ez örömmel tölt el a szívemet. Igen, testvéreim, ne azt nézzétek, hogy megköszönik-e, hogy kaptok-e díjat érte, vagy valamit. Nem, nem ez a fontos. Az a fontos, hogy jót tenni jó. Merjünk jót tenni. Néhány évvel ezelőtt volt, emlékszem, hogy jött a nyári vakáció, utolsó tanítási hét kezdetén, vasárnap volt, és hát én miséztem. Templom tele volt gyerekekkel, hát néha nem ilyen nagy templom, de ott is vagy 200 gyerek, ott volt a templomban, szép fehér nyári ruhácskádban, minden hátul égett a gyertya, a lámpa gyomtatószékbe, Bernardin testvérné hosszú sorokba álltak a gyerekek, készültek vakációra, Szent Jónás. De nálunk úgy van, hogy minden gyerek eléjön, a legkisebb is, rajzolunk kis keresztet a homlokára. És olyan igazán nagy család volt. Egyetlen egy kislány maradt osztályép ismétlőnek, a többi 200 mindegyik. Jó, rosszul, hát ugye sikerült venni a kanyarokat, az akadályokat, és elvégezték a tanévet, és akkor utána bementünk az ebédlőbe, és akkor képzeljék el, hogy ott van 200 gyerek, zsong, zsibong, minden. Előttünk párolgott a finom húsleves, és oda mentem a helyemre, az asztalfőhöz, felálltam, csend lett a nagy terembe, imádkoztunk, leültünk, és elsírtam magamat. Egy olyan tiszta, férfi büszkeség töltött el a szívemet, hogy lám, itt van az én nagy családom, és gondoskodni tudok róluk, testükről, lelkükről, szellemükről. Igen, egy férfinak ott a helye az asztalfőn, és az a dolga, hogy gondoskodjon az ő drága családjáról, hogy szeresse az övét, hogy tegyen meg mindent, hogy haladjanak, hogy kibontakozzanak, hogy növekedjenek. És azt gondolom, hogy ennél tisztább, szebb öröm nem kell az embernek. Ebbe az irányba kellene egymást bíztatjuk, bátorítsuk, lelkesítsük. És nagyon-nagyon fontos, nagy feladat van az asszonyok életében, hogy a te férjed mere, tud-e az asztalfőre ülni? Segíteni kell őt ebben. Hogy felfedezze az ő férfi hivatását. De olyan sokszor beszélünk templomainkban a női hivatásról, meg mindenféle egyébről. De családfők, ha nem állnak talpra, nem lesz jövő. Ugye keresztül ment a mi népünkön két világháború, 56, kollektivizálás, mindenféle egyéb. Persze a szegény férfiaknak a derekát ez nagyon-nagyon megropogtatta. 100 évvel ezelőtt volt ugye az első világháború. Az ember elolvassa, hogy Doberdónál több mint 300 000 férfi halt meg, magyar férfi. 1,5 millió olasz ember esett el. Olyan nap is volt, hogy egyetlen nap alatt 45 000 katona halt meg. Ez nem megy el úgy a népnek az életébe, úgy nyomtalanul. Bátorítanunk kellene a férjeinket, a fiainkat. Merjenek az asztalfőre ülni, merjenek álmodni, tervezni, nagy dolgokat megvalósítani. Múltkor Szent Józsefről prédikáltam, és elmondtam, hogy ugye az asszonyoknak olyan jól esik, ha bókulunk nekik, nem? Hogy milyen jól áll a fizurájuk, na hát, hogy a ruhájuk, hogy milyen neked főznek, cuki, nem tudom, ha igaz, ha nem igaz, de jól esik, ugye? Na, szoktuk is mondani, többé-kevésbé, de ha iszik, hanem a férfiaknak is jól esik, ha jókot mondanak neki. Ugye egy férfinak, ha azt mondják, hogy jaj drágám, én nem tudom, de hogy csinálod, egész nap itthon voltam, olyan üres volt a ház, hogy kongott, hazajössz, tele van élettel minden. Na gyere, adjak egy nagy puszit neked, nem? Melyik férfinek ne esne ez jól, nem? Vagy hazamegy az a férfi, és azt mondja, jaj drágám,
hogy csináltad? Én is egész nap itt vasalót, itt mind szereltem, de csak tűzi játék lett belőle. Te ráteszed a kezedet, és működik. Na, adjak egy két puszit a kezedre. Melyik férfinak ne esne ez jól? És akkor mondtam, hogy most emelje fel az a férfi a kezét, aki valami hasonlót hallott az elmúlt hónapban. Most elől ült egy bácsi, felemelte a kezét, aztán ránézett a feleségére, és hamar. Igen, testvéreim, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egymást rávegyük arra, hogy merjünk alkotni, teremteni, dolgozni, szép dolgokat létrehozni. Hát ezt a három dolgot szeretném én ma este a figyelmükbe ajánlani. Merjünk békét teremteni önmagunkba, családunkba, környezetünkbe. Ne a feszültség, ne a veszekedés, ne a civakodás fákjáját hordozzuk körbe, hanem a jó szót, a békességet. Merjünk örömöt okozni egymásnak. Tudjuk egymást megkacagtatni, akár itt a templomban, nem? Nem szakadt ránk a plafon. Igen, az ember arra született, hogy jókedvű, vidám legyen, Isten gyermeki méltóságába, örömébe éljen. Én elmegyek egy gyermekvédelmi központba, én soha nem azt nézem, hogy mit ír a papíron. A gyerekek, ha kacagva hozzám szaladnak, és adnak egy nagy puszit, akkor tudom, hogy nagyjából minden rendben van, nem? Hát a legszebb Isten tisztelet ezen a földön, én hiszem az, hogy amikor a testvérek örömbe együtt vannak. Hát én, ha ajándékba adok egy valamit a gyermekeimnek, hát akkor annak örvendek, hogyha látom, hogy örvendenek ők neki. A mennyei atya futtatja ezt a földnevű projektet már 4,5 milliárd éve, tudósok legalábbis ezt mondják. Mennyi isteni munka, nehézség, törődés volt, amíg idáig elhozott bennünket a mennyei atya. És akkor te körülnézel, és azt mondod, hogy milyen gagyi ez a világ. Hogy eshet a mennyei atyának, nem? Hát ugye te ajándékot csinálsz karácsonyra kis unokádnak, és szépen becsomagolod, piros vasnival átkötöd, és odaadod a gyereknek, és az kibontja, és azt mondja, mama, csak ennyi? Hogy érezzük, nem? Tudjunk örvendeni az életnek, és merjünk dolgozni. Két kezünkkel, szellemi képességeinket használjuk föl, legyünk társai a világot továbbteremtő Istennek. Hát én ezt a három gondolatot próbáltam megfogalmazni. Én hiszem azt, hogy Isten nagy lelkűen ennél sokkal többet akar adni nekünk. Álljunk föl, és kérjük együtt, közösen az Isten, hogy népünk nagy karácsony fája alá rakja áldását, ajánlását. Mennyei atyánk, anyánk, az egyház arra bíztat, Szent Mise legszentebb része előtt csendesedjünk el, és fogalmazzuk meg kéréseinket. Adj nekünk bátorságot, hogy kimondjuk mindazt, amire szükségünk van.